Idős embereket keresnek fel a rendőrök. A hideg idő beköszöntével a kisebb településeken, bokortanyákon látogatják azokat, akik koruk miatt vagy szociális helyzetükből adódóan segítségre szorulnak. Itt Nagycserkeszen és a hozzátartozó 16 bokortanyán összesen 70 km hosszú utat járnak be a polgárőrök, hetente kétszer-háromszor. Ez már benehalom, a 73 éves Karácsony Margithoz is évente többször kijönnek az egyenruhások. Van mivel begyújtani? Tüzelő van? Nagyon kevés. Kevés? Nagyon kevés van. Az ilyen ritkábban lakott környéken legalább annyira nagy a veszélye a téli kihűlésnek, mint a fedél nélkül élőknek. Benehalmon több ház is hasonló állapotban van, és a lakói is rossz szociális körülmények között élnek. A rendőrök és polgárőrök segítségén túl tanyagodnoki szolgálat is működik a településen. A rendőrség kiemelt ellenőrzési időszaka november 1-től egészen tavaszig tart. Rendszeresen és visszatéren tartanak ellenőrzéseket a ritkábban lakott településrészeken, valamint a tanyák környékén is. Az egyenruhások felmérik, hogy mekkora mennyiségű tüzelővel rendelkeznek a rászorulók, megkérdezik, hogy ismerik a segélyhívó telefonszámokat, és amennyiben segítségre szoruló emberrel találkoznak, abban az esetben megteszik a szükséges jelzéseket a szociális intézmények, valamint az önkormányzat felé. Nagyon fontos tudatosítanunk azonban az emberekkel azt, hogy nem csak az utcán, hanem a lakókörnyezetükben is élhetnek olyan emberek, akik azért kerülnek veszélybe, mert nem tudnak befűtni valamilyen oknál fogva. Éppen ezért kérjük, hogy közösen figyeljünk mindannyiunkra. A rendőrség ezért arra kéri a lakosságot, ha bárki maga tehetetlen embert lát, a 112-es segélyhívó számon értesítse a hatóságokat. Az alacsony hőmérsékletek miatt ugyanis a kihűlés a legnagyobb veszély a hideg téli hónapokban.